fotóval igazából nem is úgy kerültem kapcsolatba, hogy én a saját képeimet készítem, hanem az apám képeit nagyítom. 16 évesen elveszítettem édesapámat, aki egy bükkajai faluban Tiboldalócon élt. Ő ott főkönyvelő volt a TSZ-ben, és megszállottam, fotózott. Amatőr fotós volt, a szó igazán legjobb, legnemesebb értelmében volt ő amatőr fotós, tehát nem voltak ambíciói ezzel kapcsolatban. Egy utólag így rátekintve az ő életművére, ez egy csodálatos falusi krónika, amit ő létrehozott. Nem arról van szó egyszerűen, hogy megállítja, beállítja, lefényképezi a falusi embereket, hanem teljesen spontán módon, közülük valóként tudja ezt a krónikát létrehozni. Arról van ugyanis szó, hogyha mondjuk egy nagyon képzett, akkori MT-s fotóriportál lemegy egy vidéki faluba, ő mindig is kívülálló lesz, és nem tud úgy elvegyülni abban a társaságban, abban a közegben, hogy ő ne lógjon ki ebből, és ne vegyék észre azt, hogy ez az ember fényképez bennünket. Az apám pedig teljesen észrevétlenül tudott, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudatosan, tehát neki nem volt célja ennek a riport jellegű, vagy dokumentalista jellegű fotósorozatnak a létrehozása. Ő egyszerűen a falu mindennapjait fényképezte, közülük valóként. Körülbelül 10 000 felvételről van szó, én ebből olyan 50-100-at szoktam mutogatni. Kamaszként nyilván nagyon megviselt az ő halála, és hogy valamiféle kapcsolat maradjon vele, elővettem az ő negatívjait, és elkezdtem azokat rendezgetni, fölállítottam a nagyítót, amit azelőtt ő használt, és elkezdtem az ő képeit nagyítgatni, úgyhogy nem tudtam igazából, hogy hogyan kell laborálni, úgyhogy az első lépések igazából így indultak, és az ő képein keresztül tanultam meg a laborálást. Később kerültem Nyíregyházára, ahol a Nyíregyházi Fotóklub szellemisége valamilyen teljesen más irányba terelt, amit én addig gondoltam a fényképezésről, de azért közben volt még egy kitérő, amikor én úgy gondoltam, hogy természetfotós szeretnék lenni, és jártam a környékbeli erdőket, egy hatalmas teleobjektívvel, és őzikékre, szarvasokra, vaddisznókra vadásztam idézőjelben az én akkori NDK-s teleobjektívemmel és praktika fényképezőgépemmel. Kenyeres Imre volt, aki ezt az egész fotóklubot akkoriban fölépítette, vagy létrehozta, és Boros Gyuri volt az, aki komoly hatást gyakorolt rám, akit valamilyen szinten mesteremnek is tekinthetek. Tehát a Kenyeres Imre úgymond a feltételeket teremtette meg, de azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon jó pedagógus is volt. Boros Gyuri pedig a továbbiakat. Azt hiszem, az Imre volt az, aki korábban úgy nyilatkozott nem csak rólam, hanem többünkről, akik itt a fotóklub kapcsán valameddig eljutottunk, hogy mindannyian a Boros Gyuri köpönyege alól bújtunk ki. Szinte minden műfaját belekóstoltam a fényképezésnek, de ez inkább iskola jellegű, tehát azt gondolom, hogy ezeket a lépcsőfokokat én így ösztönösen végigjártam. Kezdettől fogva a természet érdekelt, és mondtam, hogy természetfotós akartam lenni. Érdekelnek a tájképek, tehát, és ezeknek a tájképeknek a kicsit számkivetettsége. Tehát a festészetből is tudjuk, hogy a tájképfestő nem volt annyira becsülve egy bizonyos időszakában a festészetnek, mint aki tudott jó portrékat festeni. Ugye a fényképezés megörökölt ezeket a műfajokat a festészettől, és hát bizony a fotográfián belül sem egy kitüntetett műfaj feltétlenül a tájkép. Azért nem, mert a tájképhez hozzá ragad, hozzá kötődik a szépség
nek az idealizálása. Tehát, hogy attól tekintünk egy tájképet jó tájképnek, hogyha azt tudjuk rá mondani, hogy szép. Én ezen rengeteget gondolkodtam és kísérleteztem, hogy azt az erőt, amit mondjuk lehet egy dokumentalista fotón kapásból észrevenni, ami mozgalmas, amin történik valami, amin emberek vannak, tehát hogy ezt az erőt hogyan lehet mondjuk egy tájképbe átvinni, anélkül, hogy feltétlenül ott történés valamiféle epizód, emberi jelenlét lenne. Én azért előszeretettel szoktam valamiféle emberi jelenlétet becsempészni a tájképeimbe. Lehet, hogy az én képeimnél is első pillanatra azt mondjuk, hogy szép, de utána azt remélem, hogy van ott még valami, amit a néző felfedez, és nem az fog róla, nem csak ez fog eszébe jutni. Esetemben nem működik az, hogy elmegyek valahova azzal a céllal, hogy majd fényképezek. Tehát, hogy majd találok valamit, majd levadászok egy helyet, egy szituációt, tehát nem keresem ezeket a helyzeteket, hanem általában olyan helyen szoktam fényképezni, ahol már jártam. Tehát lehet, hogy úgy jártam, hogy nem is akartam ott fényképezni, vagy nem azért voltam ott, hogy fényképezek, de valami berögzült, és én oda visszamegyek, és van, ahova nagyon sokszor visszamegyek. Inkább ezek hajtanak, és hogy inkább mélységében szeretem ezeket a tájakat, ezeket a helyeket megismerni, mint hogy egy-egy pillanatra futólag egy levadászott kép kedvéért zsebre tegyem őket. Az első nagy megnyilatkozás nyilván a tájképek kapcsán volt, és akkor rögtön elneveztem azt módosított tájképeknek, tehát hogy ne higgye még a közönség sem azt, hogy itt most szimpla tájképekkel fog szembesülni, ahol már úgy elég nyilvánvalóan látszottak ezek a becsempészett műtárgyak, útszélén található építmények. Ebből lett később egyébként a vadcsapások sorozat, ahol valamiféle nyomókjelek megint csak megjelennek. És hát volt egy ilyen nagy összefoglaló kiállításom 2012-ben a Modernben, aminek az volt a címe, hogy vadak, halak, madarak. És hogyha valaki nem nézi meg a kiállítást, a címéből nyilván a címe arra utalhatna csalafinta módon, hogy itt valami nagy természetfotós kiállítás lesz. És hát nyilván nem, tehát a vadcsapások itt jelentek meg igazán nagy méretben, volt lehetőségem ezeket megmutatni. Például a madarak sorozatom azért volt madarak, mert egy rúd segítségével 3-4 méter magasságba fölemelt kamerával készítettem. Milyen érdekes, hogy ma, amikor már drónok repkednek fölöttünk, ezt egy kicsit éppen át lehet értékelni. És hát a halak meg azok így végig kísérték az életemet, mert én egy halgazdaságban kezdtem el a munkás éveimet először, és a halakhoz van valami igen komoly, megmagyarázhatatlan kötődésem. Talán azért, mert olyan megfoghatatlan, és van valami vízfelszín, ami így elválaszt tőlük. Tehát esetükben is inkább a jelenlét a fontos, tehát nem fényképeztem víz alatti kamerával, is nem örökítettem meg víz alatt halakat, tehát az már megint egy ízig-vérig természetfotós kategória lenne. Egy kis filmes fényképezőgéppel kezdtem el fényképezni, amire lehet 36 kockát, ami valójában téglalap, egy a másfeles oldalány, az ömében fekvő formátumú téglalapról van szó, és elég hamar sikerült kipróbálnom egy 6x6-os formátumú fényképezőgépet. Általában az volt az arány, hogy a 36-ból egy, meg a 12-ből is egy.
Most meg így a síkfilmnél általában a kettőből egy, a két expozícióból egy sikeres, vagy nem az, hogy technikailag elront valamit az ember, hanem hogy az esztétikailag is rendben van. Tehát ezt nagyon korán megtapasztaltam. A 6x6-ig, tehát a roll filmig aránylag korán el lehetett jutni, de a következő lépés az nagyon nehezen. Tehát az, hogy sík film, hogy nem tekercs film, és legalább 9-12 vagy 18-24 centi, az nagyon nehezen ment. Ugyanis erre a 90-es években Magyarországon nem volt lehetőség. Tehát nem lehetett kapni, nem árultak ilyen fényképezőgépeket. És egyetlen egy módja volt, hogy én ezt kipróbáljam, hogyha csinálok magamnak ilyen eszközöket. Tehát ez is már 20-30 évre visszamenőleg megtörtént, hogy én elkezdtem saját magamnak barkácsolni eszközöket, és ez mai napig így van, tehát igazából az én képeim saját magam által készített eszközökkel készülnek. 150 körül tartok, a 100. a Magyar Fotográfiai Múzeumban van. Ez ömében hasonló emberek fényképeznek az én kameráimmal, amiket készítek, tehát nem azzal a céllal kérnek tőlem kamerát, hogy valamiféle szobadíszként a kandalló mellé beállítsák, hanem hál' Istennek használják. És ez egy nagyon fontos dolog, és egy nagyon jó érzés, hogy van egy eszköz, amit te készítettél a saját két kezeddel, és azzal mások fényképeket hoznak létre, olyan fényképeket, amiket én is csinálok, és én egyébként nagyon kíváncsi vagyok ezekre a fotókra is, amit mások készítenek az én kameráimmal, és próbálom is ezt nyomon követni, amennyire lehet. Ez például nem lencse. Ez egy lyuk. Ő most itt lyukkameraként működik. Ezen a lemezen egy nagyon picike luk van, egy 0,3 mm átmérő luk, és bármennyire hihetetlen, ezzel is lehet fényképezni. Tehát ő is a mattüvegen egy fordított állású tükörképet képez le. Tehát nekem egy nagy szerelmem az, hogy objektív nélkül egy lyukkal készülnek a fényképeim. Régóta foglalkoztat az, hogy azt, amit én gondolok, vagy magamról valami többet hogyan lehetne egy képben elárulni. És hogy a lyukkamerának vannak olyan sajátosságai, amit fényképezőgéppel nem lehet elkészíteni, tehát hogy a nagyon közeli dolgokat is ugyanolyan élesen látja, mint a nagyon távoli dolgokat is, ezért használtam hozzá egy ilyen lyukkamerás felszerelést, ahol a kép előterében egy üveglemez van, amire én ráírok egy mondatot. Tehát ez a sorozatom, ez arról szól, hogy én régóta jegyezgetek, írogatok le mondatokat, amiket én nagyon alaposan megrágok, nagyon alaposan végig gondolok. Tehát amit én már ott egy adott helyszínen fölírok egy üveglapra, annak már nagyon nagy múltja van annak a mondatnak, és belehelyezem egy tájba ezeket a mondatokat. Tehát vettem a bátorságot, és beleírok egy képbe. És nem titkolom el azt sem, hogy ezt egy üveglapra írom, tehát lehet látni az üveglapot. Tehát, illetve pontosabban fontosabb számomra, hogy ez kiderüljön, ez nem valami utólagos manipuláció, hanem itt rögtön a felvétel kor részévé válik a szöveg a képnek. Mondjam a mondatot? Pedig olyan egyszerűnek tűnt minden.